csapatot, a KK Ajka és a Tarján Esen csapatát. Hajrá! Kérem, hogy az elhunyt Szilagy Varga Attila sportársunk emlékére szíveskedjenek felállni. Köszönöm. Kedves sporteseményen jelenlévő nézők, kedves közönsége, mondom nektek, mi búcsúzunk. Mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, a színektől, a szürke por belette. A csöndtől, mikor hangzavarta fel, a hangtól, mikor csendben hangul el. Minden szótól, amit kimond a szánk, minden mosolytól, mert sugárzott ránk. Minden sebtől, mert fájt és égetett, minden képből, mert belénk mélyedett. Az álmainktól, mint nem teljesültek, a lángainktól, mik lassan kiültek. Kedves sporteseményen jelenlévő gyászoló és fájdalommal búcsúzó egyben ültek. Veszteségért bennünket. Veszteség, hiszen elhunyt Szilagy Varga Attila, a kézilabda klub Ajka mindenese, aki 1951-ben született és meghalt 2016. szeptember 7-én délután a Tósok Beréni Teke pályán. Élt 65 évet. Sportolás közben lopakodott utána a halál, aki sportszerűtlenül orgul legyőzte. Jó magam, búcsúztató szónokként abban reménykedem, hogy kavargós a hiánykor a családnak, lányának, feleségének és a gyászoló rokonoknak, ismerőseknek, a sportbéli társaknak, a barátoknak fájdalmassá váló emléktöredékeket értelmes gondolatokká alakítom, mivel az életünk legszomorúbb alkalma az elmúlással való találkozás. Pedig ő nagyon, de mennyire szeretett. Azt hiszem, nem tévedek, amikor azt gondolom, hogy Attila legjellemző vonása a szeretet vágy volt. Vágyott szeretni, és vágyott a szeretetre, és az elfogadásra. Ő a csendes kötelesség teljesítés, és a segítőkészség embere volt. Az itt most, az idei bajnoki szezon első kézilabda mérkőzésén megjelent gyászoló nézők, sportbarátok szeretettel, tisztelettel őrzik majd emlékét. Aki lány volt valaha, aki szerette a világot, és másokért is élni vágyott, ne féljünk, nem hal meg soha. Igaza van a költőnek. Benne élsz már te, Attila, a sportos testalkatoddal, a nyugdíjas léted utáni megbékéléssel, a sportszeretetteddel, hisz mindig ezt a világot szeretted. Mi sajnos szegényebbek lettünk egy felejthetetlen sportemberrel, akinek élete egybefort, egyet jelentett a sporttal. Életutát kapcsán emlékezzünk arra, hogy ő a helyi ajkai videótonban szerszámkészítőként dolgozott, és a tömegsportban igen aktív volt. A 60-as évek közepén atlétikában Simon Gyula és Lázár Sándor, kézilabdában Tompa György és Tari István az edzők segítették Attila sportolóvá válását. A megyei atlétika válogatott tagjaként párhuzamosan szerepelt az ajkai alumínium kézilabda csapatában, ahol 1976-ban abba hagyta az aktív kézilabdát. A játék befejezése után edzői és játékvezetői minősítéseket szerzett, vezetett a Zajkai Jancsó Istvánnal, Szalai Lászlóval. Edzője volt a Veszprém megyei fiú kézilabda válogatottnak, a Hungáró ifjúsági csapatának, és 1998-tól egy évig a kézilabda klub Ajka felnőtt és ifjúsági csapatának edzéseit is vezette. Utána ennél a klubnál haláláig mindenesként tevékenykedett. Itt a zsűri asztalnál. Nélküle nem kezdődtek el itt a csarnokban a kézilabda klub mérkőzései. A játékvezetők körülnéztek a teremben, és amikor meglátták Attilát, akkor indították el a találkozót. Minden egyes nap egy győzelem, ami gyönyörű volt a te számodra. Aki téged ismert, Attila, mint mi is itt, oly sokan, csodáltuk az energiádat, a sport iránti alázatos szeretetedet. A kézilabda volt a legnagyobb szerelmed, de meghatározó szerepet töltöttél be az Ajkai Amatőr Teke bajnokságban is. Itt is sok mérkőzésen győztél, ám most az utolsón hagytad el vesztesen a tekepályát, a te
fekegolyó végleg elgurult tőled. Egy igaz. Kegyetlenül szakította szét nálad a reményfonalát, örökre a sors. S rá kell jönnünk, hogy a halál nem ismeri a sportszerűséget, hiszen szeptember 7-én, szerdán, az 56. dobásodnál alattomosan, észrevétlenül lopakodott utánad, s szabálytalanul félbeszakította a mérkőzésedet. Úgy, hogy a szép emléket kedves helyszíneire, ide, a sportcentrumba, na és a tekepályára, már soha többé nem tudsz elmenni. Azon a hóelei estén, a tekemecs után még egy kézilabda mérkőzést kellett volna levezetned, de már néma maradt a sípod. Kedves jelenlévő gyászolók, egy kis megemlékezést részvevői. A kézis fiúk itt, a csarnokban várták Attilát, de már nem érkezett meg ide. A nagy szív akkor már nem dobogott többé. Pedig nyugdíjasként is még 4 órában dolgozott, erős sportember volt ő. Alaposan megküzdött az életért, minden örömért, minden elismerésért. Csendesen távozott el közülünk, szerényen, ahogy végigérte rövide szabott életét. Az égi bíró nagyon korán lefújt a mérkőzését, és szívtelen módon sajnos nem hosszabbított. Szeptember 22-től, csütörtöktől békében fog nyugodni a 65 esztendőt megélt Szilaj Varga Attila. Tájékoztatásul itt is elmondom, hogy az ajkai gyászmiséren szeptember 22-én, a jövő csütörtökön, 14 órakor kerül sor a Jézus Szíve templomban, majd utána a Hásó utcai temetőben 15 órakor a római katolikus vallás szertartása szerint helyezik földi maradványait örök nyugalomra. Most kérem a búcsúzókat, hogy szíveskedjenek majd részt venni részvétnyilvánításunk kifejezéseként ezen a jövő csütörtöki szomorú zárszertartáson, akik élete és munkája az eltelt éves során ismerték Attilát, tisztelték, becsülték és szerették őt, emléke a szívekben örökké élni fog. Kérem, hogy búcsúzóul vigyünk neki majd egy szál virágot, egy krizantémot, mert a stílszerűen olyan, mint a fehér kézilabda, amellyel a KK Ajka játssza bajnoki mérkőzéseit. Szilaj Varga Attila halálával nagy veszteség érte a sportbarátokat, a tekézőket, a kézilabdázókat. Hiányozni fog a társaknak, a szurkolóknak, a vezetőknek. Hosszú idő át keresik még barátai szemükkel, amikor pályára lép az ajkai kézi csapat. A mérhetetlen fájdalma a gyászoló családnak erőt, kitartást kívánunk a fájdalom elviseléséhez. A mi sportos ajkai családunk közössége, a klub pedig azt kéri, hogy őrizzék meg őt, Szilaj Varga Attilát, jó emlékükben, és fájó lelkünkben, hogy csak látszat lehessen az elmúlás. Őrizzük együtt emlékét. Nyugodjék békében. Isten áldja. Muszáj volt belemenni a körbe. A hőrös éreg már lebakarázott. 5-ös Kocsolány Balázs, 2-ös Sebesti Máté, 9-es Bonzsiák, 10-es Stolpinger Balázs, Kortas Siák Imád, 14-es Vizsgerdő, 4-es Szegedi Gergő, 17-es Karab Marcell, 7-es Viszpárdó, csak a Lentfélyes Osztalászló. Bemutatom a hazai csapatot, Nebelé Kátya Ajka, 1-es számmal Orbán Máté, 80-as Körben Orbán,
kettes gyalogos, hármas Zengyel Valentin, kilences Pavelka Zsolt, tízes Mejciger Gergő, tizenhármas Zengyel Dániel, tizennégyes Zsigmond Ádám, tizenötös Fülöp János, tizennyolcasan a csapat kapitánya dr. Erős Péter, 19-es Tömör Csaba, 23-as Bajnóci Máté, 11-es Pén Barnabás, 33-as Sipa Dávid, 17-es Krápisz Mátyás, 26-os Ignác Krisztián, csapat edzője Kór Tamás. Tiszteletre köszöntöm a játékvezetőket, Gadányi Tibor és Szabó Tibor sporttársak, a versenybíró Tari Tibor. Mindenkinek jó szurkolást kívánok! Come on.
Non c'è niente, è così.
Sima VPS, az nem üdes. Sima VPS, 10-es. Az 10-es. 13-at vért tőlem a sima VPS. De ez 10. Hát én ezt tudom, azt mondom, hogy akkor melyik lesz szerinted. Sima VPS. Azt mondod, na, hogy szunod be megnézni. Sima VPS. A VPS 2. Nem sima VPS. Ez 13-at vért szerintem. VPS 2, nem egy volt hatalmat, hogy hát tudod. Az agyba is csapott a bujába, Horváth Máté. Most ez a 13-as számú játszó, Zegre Dániel. 10. perc, 4-1 az eredmény az Ajka javára. Bíró megtalálta az első sárga lapját. Oh,
gólszerző, 18-as számmal játszó, Dr. Erős Péter. Tamás az idei szezon se fogja megúszni sárga lapok nélkül. Kettő percre kiállították a 9-es számú játékot. Tarján elmehetni a színésznek is. Valószínűleg a szünetben ezt gyakorolták, hogy hogyan játsszák el, hogy szabálytalankodnak velük. Szerencsére a bírók messzik. Come on.
És igen, sikerült Poor Tamásnak kiharcolni a szezon első sárga lapját, de hát tudjuk, hogy ő nála nem telhet el mérkőzés anélkül, hogy ne kapjon sárga lapot. Tarján a második hétvégkeresét dobja, reméljük ezt is kihagyják, mind az előzőt. Sajnos ezt sikerült érvényesíteni. Az eredmény 8-6. Kálka is kapott végre egy hétméteres, reméljük sikerül érvényesíteni. Hétméteres Vajnóc, hát egy dobja. Tarja a játékosa a földön maradt, reméljük nincs neki nagyobb baj, csak elfáradt. Lassan az első fél idő, két harmadán túl vagyunk, hozzak a kártya ajka, 9-6. Ajaj, nagyobb a baj, sajnos a csuklóját fájlalja a Tarja a játékosa, reméljük csak megütötte.
játék csak a hívott. Jelenleg az eredmény 11-6, 22 perc, 14 másodperc telt el a mérkőzésből. Mindenkit a védekezésre buzdít, ezt a reklámból is tudjuk, hogy érdemes védekezni. Köszönöm szépen!
hogy itt a KKL között kapott 5 méterest, illetve ő dobhatja. Ha jól látom, ismét Bajnóczi Máté. És 27 plusz nájtán. Gózező, 23-as számra játszunk. Bajnóczi Máté!
813 számban játszó Zedler Dániel. Eredmény 17-16.
szerzős Slovéniát valaki sem. Thank you.
Bosz ez az ötös csapat. Köszi, lányok! Mennyit lép! Mondjátok már meg nekik, hogy ne ugráljanak, hogyha itt szaladjálthatjátok őket. Hát leesik a kamera a lépcsőről. Nem igaz, hogy önállóan nem veszi észre, nem gyerek már. Gyerünk, gyerekek, gyerünk, védeket, beszél a kar, gyerünk, hozom, hozom! Thank you.
Szerző Bajnóci Sajnálatos baleset történt közben. Az esésnél véletlenül orrba rúgta a Tálka játékos, a Tarján játékos. Hát. Szeptember 21-én 19 órakor magyar kupamérkőzésen Veszprémi KKFC csapatát fogadja. A levelé KK Ajka, a belépés ingyenes, mindenki szeretettel vár. Szerdán 19 óra, 0-0. Leveli egy KK Ajka, Veszprémi KKFC. Köszönjük szépen! Most mondja a mérkőzés speaker a bio, hogy szerdán jobban értem, mert Ajka a Veszprém mérkőzés, a belépés mindenkinek bíta. Sok szeretettel látok. Visszaköszönni az első fél idő, amikor eldurult a helyzet. De hát a hajrába ez valahol érthető. Thank you.
17 ezer eredmény. Nagyon rajzoló.
bennünket a Szolt Tamáson egy mikrofon, és amikor ilyen időkérés volt, akkor bekapcsolta a hallhangját a nézőt. Elején járunk, az eredmény 24-17. A győzelem már megvan a kártyában, csak a kérdés, hogy mennyivel. Színésznek is. Valószínűleg a szünetben ezt gyakorolták, hogy hogyan játsszák el, hogy szabálytalankodnak velük.